Hello, mindenki kezdünk. 6 perc késéssel. De ennek oka van. Ez a papír. Amíg összegyűlünk, addig én elvégzek egy pár számítást, és akkor már jöttök közben oda is lapozok a kérdésekhez. És akkor el tudom kezdeni. Megvannak a kérdések. Jó, hát akkor, amíg összegyűlünk, addig kezdjük az ivással. Ez olyan jó, mindig van, aki csak a műsor elejét nézi, legalább az legyen benne, hogy iszok. Hallottátok ezt a hangot? Ez a kedvenc hangom. Itt van előttem a mikrofon, újra megcsinálom, csak így a mikrofonba így megpróbálom. Pont beleütöttem. Na mindegy, többet nem csinálom meg. De egy kis pum, ilyen hangja van, amikor a dugó kicsúszik az üvegből. És hát ez a mai adag. Herezi seri, csak ez fehér. Finó. Fordítva van írva. Ugye Jerez de la Fronterából van, ez is védett, és ez nem annyira édes, mint a piros. Nem is annyira szeretem. Úgyhogy ez meg már régóta. Kicsit az alját megiszom. Na, szia mindenki, kezdjük akkor. Tóth Wolf Attila, első kérdés. Ott Spanyolországban mekkora drágulás? Erre visszakérdeztem, hogy pontosan miben, és akkor azt mondja, ami érezhető, benzin, stb. Mondtam, hogy a benzin áremelkedés szerintem az minden országban érezhető. Itt a benzinnek kapcsolatban visszatérek, majd lesz egy későbbi poszt, amikor valaki berakta, nem tudom, hogy láttátok ezt a térképet, amin minden ország vörös, csak Magyarország zöld középen, a 489 vagy valami ilyesmi benzinára, minden más az piros. És ugye el azt mondtam, hogy ez benzinár megítélés szempontjából, maga ez a térkép, ez egy ócska demagóg hazugság. Tehát Tóth Wolf Attilának a benzinára kapcsolatban majd ott fogok válaszolni, mert akkor kiderül, hogy pontosan itt mennyi is a benzin. Természetesen van drágulás úgy, ahogy mindenhol. Ennek a serének borzalmas utó íze van. Vagy megromlott, vagy eleve ilyen rossz volt, úgyhogy hát megy a kukába. Várjatok. Az nem lehet, hogy rosszat igyak, úgyhogy előveszem a klasszikus verdehót. Ez is sziszent. Ugye légmentesen van lezárva. A másik is légmentesen volt, de az nem olyan jó. És úgy nem lehet műsort csinálni, hogy az ember olyasmit iszik, ami nem jó. Tehát csak szólok, hogy a Jerezi seriből ezt a finót, ezt kukába. Jó. A Verdehóban nem nagyon csalódik az ember. Kicsit olyan szürke barát, hogy egy otthoni borhoz hasonlítsam. A többi áremelkedés az ilyen, hát nem tudom, nagyon nehéz megítélni. Most megint azt fogják mondani a szokásos károgók, hogy most nem tudják, hogy dicsekszem vagy panaszkodok. Ugye nem nagyon szoktam figyelni az árakat korábban, tehát most egy ilyen hogy áll a gallérom? Nézzétek már meg. Tehát nincs senki, aki kivasalja, rendesen álljon az emberen a ruha. Na, így talán jól nézek ki. Tehát korábban nem nagyon néztem az árakat, most, hogy munkanélkül vagyok, már nézni kell, és mintha kicsit úgy tűnne, hogy igen, emelkednek az árak, de ez csak egy szűk szektort érint. Zöldség, gyümölcs, ilyesmi. Tehát az, ami ilyen friss, ami ilyen, de azért nem tudom ezt sem megítélni, ugye a múltkor felraktam nektek a sárga barackos
fotót a gyümölcsökről, hogy emelkedik, nem emelkedik, mert nem emlékszem, hogy a szezon elején mennyi, meg utána mennyi. Most vettem görögdinnyét, szerintem normál árban van. Amin biztosan nem érződik, és aminek tudom az árát, az mondjuk a baget, még mindig 45 cent egy baget. Úgy látom, hogy valaki közben csúnyán beszél. Nem találom, nem találom. Szeretem mindig, amikor énekekkel foglalkozni műsor közben. Valaki kérdezte, hogy a... hogy a... Aha, megtaláltam. Megtaláltam az idiótát. Sikerült kitiltani, aki csúnyán beszél. Akármit is gondoltok, csúnyán ne beszéljetek. Ez azonnal egy kitiltás. Most látom, hogy pár nem válaszoltak rá, most már ne válaszoljatok rá, töröljétek ki. Nem kell ilyenekkel foglalkozni. Tehát a kenyérnél láttam ugye ezt, hogy a bagett az még mindig 45 cent, ugye azoknak nem változott az ára. És nem is tudom, tehát úgy nagyon szolgáltatások, meg ilyesmi áremelkedésem. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy egyértelműen érződik az, hogy áremelkedés van. Ha van is, akkor ilyen néhány centes dolog lehet, amit az ember nem annyira vesz észre. Valaki megkérdezte, készülsz a Magyarországra látogatóba, kapásni illi? Azt választottam, hogy nincs miért. Ildikó Gyarmati. Mike, szerinted meddig bírja a kormány az úgynevezett rezsicsökkentést? Anikó Bodor válaszolt el, hogy beletrollkodott, ahogy ő mondja, hogy a kormány szerintem bármeddig. Ez a tökéletes válasz a kérdésre. Ez egy kicsit putyini helyzet. Ugye azt kérdezik a legtöbben, hogy Oroszország hogy bírja, vagy Putyin hogy bírja ezeket a megszorításokat. Ugye a két dolog az teljesen különbözik egymástól. Milyen megszólításokat kap Oroszország, az Putyinnek teljesen mindegy, hiszen ő nem az emberek között él, ő már annyira el van szigetelődve, ugye 20 éves hatalom mániája után, hogy erről nincs fogalma, Orbán még csak 12 évnél tart, de ez az elszigetelődés, ez már nála is megkezdődött. Tehát nem tudja megítélni azt szerintem, hogy mi az a fenntartás. Én azt hiszem, hogy ezt is csak ilyen nem mondanám, hogy a magyarok miatt csinálja ezt a csökkentést, hiszen már nincs választás, most nem lesznek választások, ugye most ezt így nem kellene már. Egy kicsit ez ilyen EU polgárpukkasztás, tehát hogy csak azért is megmutassa, hogy na hát Magyarország ezt is meg tudja csinálni, a ti pénzeteken természetesen. A MOL, nem tudom, megfigyelitek-e időnként a MOL vezérigazgatójának, aki egyébként egy köztörvényes bűnöző, tehát tudjátok, hogy őt az Interpol körözi, a horvát Inával kapcsolatos fesztegetési pénzek miatt, csak hát Magyarország nem adja ki. Tehát ő most nem nagyon megy külföldre, mert különben nem jönne haza többé. Tehát ez az ember nyilatkozik időnként olyanokat, hogy hát azért most már július 1-től jó lenne kivezetni ezt a rezsiát csökkentést. Tehát a MOL vezérigazgatója úgy gondolja, hogy nem nagyon bírja már ezt a MOL, akkor a kormány még akkor is bírni fogja, csak máshonnan veszel pénzt. Ugye nagyon fontos látni azt, hogy Magyarországon az üzemanyag ellátás megoszlása az úgy nézett ki, hogy kb. 70% a MOL, tehát nagykereskedelemről beszélünk most, ugye 70%-ban a MOL, 30%-ban külföldiek, például az OMV, meg a Shell szállított be. A Shell már régen kivonult, az OMV most fogja bedobni a törölközőt, és hát ugye azt is mondják, hogy emelkedett az üzemanyagfogyasztás. Tehát úgy néz ki, hogy most a MOL-nak egyszerre kellene a 70%-ról, tehát a MOL teljes kapacitás eddig arra 70%, a magyar üzemanyagfogyasztás 70%-ának a fedezésére ment el. Most a maradék kieső 30%-ot is fedeznie kell, tehát Magyarország 100%-át kell lefednie, plusz még a megnövekedett üzemanyagfogyasztáshoz kb. 20%, tehát az eddig 70 helyett 120%-ot kellene teljesíteni a MOL-nak. Na most 70 és 120 között az kb. Olyan 50 van, tehát az azt jelenti, hogy 6x42, 7x40, tehát mondjuk olyan 70%-kal kéne, tehát 70 szorozva 1,70-nel jön ki úgy a 120 körülbelül, mert most nincs előttem számológép, tehát 70%-kal kéne megnövelnie
a molnak a mindenféle kapacitását, tehát az kevés, ha a finomító ezt kinyomja, ahhoz kellenének az autók is, amik kiviszik. Ahhoz kellene a feldolgozó kapacitás, hogy amikor lead valaki egy megrendelést, akkor ne napokkal később jöjjön a nafta. Ez nincs, ez nem létezik. Tehát ahogy már bejelentették, illetve ahogy már beszélnek erről, Magyarországon a következő hónapokban folyamatos ellátási zavarokra kell számítani. Ez azt jelenti, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most nem lesz üzemanyag, hanem egy darabig nem lesz üzemanyag. Tehát megálltok egy kúton, és lehet, hogy az van kiírva, hogy bocs, kifogytunk. És amíg meg nem jön a teherautó, ami lehet, hogy egy óra múlva lesz, lehet, hogy csak másnap, addig nincs üzemanyag, mondjuk az a fajta. Az ellátási zavarok azt jelentik, hogy például, ha mentek az autópályán, és azt mondjátok, na, még van annyi, jó, majd a következőnél tankolok. Ez már nem lehet. Tehát most már ne készüljetek arra, hogy majd a következő benzingútnál megálltok tankolni, mert lehet, hogy pont nem lesz. Lehet, hogy tényleg megjön egy óra múlva, vagy egy fél óra, tehát lehet, hogy akkor ott kell karba tett kézzel ülni, vagy a szomszéd kocsistól kéne, hogy adjál már 5 liter kanna benzint. Vagy eljönnek megint azok az idők, amikor azt tartjuk helyesnek, hogy egy 5 literes, 10 literes kannányi benzint folyamatosan a kocsiban tartunk, arra az esetre, ha pont akkor fogyna ki a kútról, amikor éppen nekünk is, és tankolnunk kellene. Ugye nézhetjük azt, hogy 12 év korlátlan teljhatalmú kormányzás után az ország hogy jutott ide, nincs értelme, mert úgyis mindannyian tudjátok. Meg sok kérdésre kell válaszolni, úgyhogy nem megyek ebbe jobban bele. A rezsicsökkentés többi részével kapcsolatban, hogy ugye bizonyos élelmiszerek ára szintén korlátozva van, ez most csúnyán akarom még beszélni, azt mondom, hogy adtunk a pont-pont-pontnak egy pofont. Ezt már sok műsorban kivéséztem, az, hogy 7 vagy 8 termék ára le van csökkentve, 1000 másik termék ára visszahozza a Tesco azt a pénzt, amit ti azon megspóroltok. Tehát akkor mit tudom én, más meg 200 annyiba fog kerülni. Úgyhogy a nagy cégek biztos nem fogják elveszíteni a profitjukat. Ebben biztosak lehetünk. Csopi Bognárné, jól vagy. Én azt mondtam, hogy dehogy is. Miért lennék jól? Se munkám nincs, se társam nincs, itt vagyok egyedül a nagy büdös házban, tök feleslegesen, mert a medencét se használom. Azon is gondolkoztam egyébként, hogy elköltözök valami apartmanban, mert ez teljesen... Tehát igazából, ugye itt látjátok mögöttem, mindig itt van a kedvenc piros-narancssárga takarom, és akkor mögöttem az új nézőknek mondom, esetleg mögöttem a tévé. Az akvárium, kaptak a halak, tehát ne aggódjatok, a halak most kaptak enni, így mutatom. Ezt a részét használom a lakásnak. Tehát lefekszem itt a kanapéra, tévézek, utána meg felmegyek. Tehát egy hálószoba meg egy nappali tökéletesen elég. Már azt is gondolkoztam, hogy veszek egy ilyen guruló otthont, egy ilyen lakókocsit. Nagyon drágák egyébként, tehát még ilyen használtan is 30-40 ezer euró. Semmi másra nincs szükségem, mint arra, hogy valahol tévézek, meg valahol aludjak, és kész. Ez a büdös nagy lakás a francnak se kell itt egyedül. Úgyhogy miért lennék jól? Remélem, hogy kifejtős választ kaptál. Éva Simon, hogy vagy? Válaszoltam. Jánosné, falus. Az EU meddig tűri az egészen átlátszó kétkulacsos elvtelen politikáját? Ugye már egy rövid választ adtam neked ebben arra, hogy végtelenségig. Az EU-nak lényegében semmilyen eszköze nincs arra, hogy egy országot szankcionáljon, se kitenni nem lehet egy országot az EU-ból. Van egy olyan, ugye, hogy most felfüggesztheti a szavazatjogunkat, de kit érdekel? Hát most a Fidesz már kitették ugye a néppártból. Tehát azt, hogy most Magyarország mondjuk nem szavazhat, az egy áldás lesz Európának, nekünk meg úgyis tök mindegy, mert hamarosan megszűnik ez a vétó lehetőség, hiszen egyszerű többséggel fognak majd dönteni. Már bizonyos kérdésekben egyszerű többséggel döntenek, tehát ugye mielőtt meg valaki megkérdezi, hogy jön ez az olajembargó mellé, ez az importvám, ugye azt nem tudja Orbán megvétózni, mert ahhoz már egyszerű többséggel. A külügyi témákban még van vétó. Tehát azt is feloldják, és akkor kész vége. Nem tudják megállítani kívülről. Tehát Magyarországot nem lehet megmenteni kívülről. Nem lehet Orbánt leváltani. Mi se tudjuk Orbánt leváltani, az EU se tudja Orbánt leváltani. Ez egy olyan dolog, pontosan ez jelzi jól az EU működés képtelenségét. Tehát ha valahogy egy ilyen homokszem bekerül a fogaskerékbe, semmilyen módon ne. Ez nem olyan, hogy leveszem a cipőmet és kirázogatom, és menjen a francba az, ami folyamatosan bérizgálja a talpamat. Ez ilyen Orbán az EU-nak. De nem... Itt olyan az, hogy meddig tűri hivatalosan, nyilvánosan a publikum előtt a végtelenségig, tehát ezen nem lesznek ilyen felszólalások, mint amikor most a Kirill pátriárka miatt ugye így kifakadt egy pár európai képviselő, vagy például az osztrák tévének, ha nem tudom én ki, aki azt mondta, hogy bárcsak szívinfarktust kapna Orbán, szebb világ lenne.
Aztán mennie kellett? Na, ilyenek. Ilyenek lehet, hogy lesznek, de effektíve nem lehet tenni. Háttér intézmények szempontjából, tehát ugye valószínűleg nem osztják meg, tehát ugye Magyarország is NATO tagország, látjátok most is ez a kis litván kis gép milyen frankón átrepült egész Európán. 8 országon átrepült, leszállt Bulgáriába, onnan is eltűnt. Külön szégyen nekem, ugye hajdúszoboszlóiként, hogy a hajdúszoboszlói repülőtéren szállt le, szép kényelmesen megtankolta a kannát, mire a szoboszlói rendőrök kiértek, elhúztak. Én lőttem volna rájuk, hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy egy kisgép háború idején, hát pattanásig feszült a helyzet, és egy azonosítatlan kisgép, aki nem veszi fel a rádiót, aki nem kapcsolja be a transpondert, a mellette repülő vadászgépekre cseszik körülbelül, mert ott repültek mellette a gripenek, és akkor így egyik ország átadja a másiknak. Átadták nekünk a szlovákok, mi átadtuk a románoknak, azok a szerbeknek, azok a bulgároknak, ott valahol leszállt, aztán elfutottak, azóta se találják a pilótákat. 6 NATO országon átrepült egy kis, ez egy röhely, ez egy röhely. Szét kellett volna lőni a picsába. Ilyen esetekben. Hát ennyit Magyarországról. Ugye a NATO szempontjából ilyen háttér dolgok lehetnek, hogy mondjuk nem osztanak meg bennünk titkosszolgálati információkat, mert és szerintem helyesen jól sejtik, hogy ez menne azonnal az oroszoknak. Vagy egyre rosszabb hírünk lesz nyugaton. Igen, láttam, hogy még kamera is volt a repülőn. Judit Makkos, meddig lehet bírni ezt a borzasztó állapotot? Milyen jövő vár a gyerekeimre és az unokáimra? Távolról talán nagyobb a rálátás. Annyira jó lenne biztató dolgokat mondani, de nincs. Nincs semmi, ami biztató lenne. Én úgy hiszem, hogy én utoljára, amikor jól éreztem magam, azt szerintem azért 80-as évek vége volt. És most ezzel nem a kádári nosztalgiára akarok visszatérni, hanem igenis valljuk be, hogy az a világfelosztás, amikor azt mondtuk, hogy van a nyugat, meg van a kelet, és van ez a hidegháború, és akkor mindenki tudta a maga helyét. Mi megszívtuk, mi keletre estünk, mi a szovjet érdekszférába estünk, ez ugyan rossz volt. Gyerekként még egy darabig elhittük, én nem is tudom, én azt hiszem James Bond filmet először már a rendszerváltás után láttam, tehát addig nálunk nem engedték levetíteni még a régi 60-as évekbeli Sean Connery James Bond filmeket, tehát 91, 2, 3, 4-ben így hirtelen egyszerre Sean Connery, George Lazenby, ő ugye csak egyedül volt az ő felsége titkosszolgálatában, aztán jött egyik kedvencem, Simon Templar az angyal, mondjátok már, Roger Moore, aztán de mindegy, nem folytatom tovább. Tehát ezek így tiszta szerepeket adtak. Most az egész világ, mióta hirtelen ilyen leomlott a berlini fal, természetesen jó, hogy leomlott a berlini fal, jó, hogy megszűnt a Szovjetunió, de ezek egy csomó, ez olyan vákumot hagyott maga után, ami annyira felborította a világot, hogy már az elmúlt néhány évben, vagy azt mondom, az elmúlt 20 évben is kicsit nehézséget okozott nekünk, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat, hogy mi történik a világban. A nyugat ezt viszonylag jól vette, hiszen nekik csak annyi történt, hogy hát mi eddig is megvoltunk, tehát ugye a Marshall segély óta a nyugat az töretlenül fejlődik, mi ebből nem kaptunk egy fityinget sem, az oroszok nem engedték, tehát a keleti országoknak vissza kellett utasítani, hogy hát mi nem szorulunk Marshall segélyre, az oroszok meg nem adtak csak traktort meg MiG-29-est, a nyugat úgy vette, hogy ez a kelet most csatlakozik hozzánk. Nekünk, kelet-európaiaknak ez az óriási nyitás volt, ez a szabadság, ez a mámorító érzés. A mámor elmúlt. Mint tudjuk, hogy az elmúlt 30 évben nem volt rendszerváltozás Magyarországon, pontosan ugyanazt a személyi kultuszt látjuk kialakulni, mint ami a kádári rendszerben volt. Kus picsa mindenkinek, legfeljebb néhány ilyen hofi, most éppen a hofi az Bödöcs. Milyen szépen keres, ugye? Én teljesen meglepődtem. Megérdemli, hát nem, hát de. Hát. Én is jól kereshetnék, csak én egy fityinget nem kapok. Igaz, nem is vagyok olyan vicces, mint ő lehet. Szóval megvannak ezek a kieresztő szelepek, megvan a személyi kultusz, megvan az is, hogyha valaki egy Lamborghinivel, meg ugye Matolcsi Ádámnak, tudjuk, ez nem került annyiba, de Matolcsi Ádám órája 150 millióba került, amiből 3 házat lehetne venni. Ugye a Matolcsi Ádám féle ficsúrok a Lamborghiniükkel, a jegybank elnök fiáról beszélek, és haveri köréről, az bármikor szerintem a száguldozik a körúton, vagy a városban, vagy akárhol, neki nem kell büntetést fizetni, Hajdú Péter féle senki háziak felállnak a BMW-jükkel a járdára, mert ugye az ilyen celebeknek is mindent lehet. Ez a világ, ami jött, ez nyugaton nincs így. Tehát itt a Lamborghinivel sem állnak fel a patkára, meg nem száguldoznak, hanem itt azért tisztelet van. Tehát ez a
egész rossz jövőképet csak onnan látszik úgy, és én megértem, mert én is magyar vagyok, és tudom a ti elmondásodokból, hogy rossz, de ez, a nyugat az nem ilyen. Vannak itt is romló szituációk, de alapvetően Magyarországgal nem lehet mit kezdeni addig, amíg ez olyan, mint a Kínáról azt mondanátok, hogy mikor szűnnek meg az ujgur átnevelő táborok. Hát addig nem, amíg kommunista diktatúra van. Magyarországon is kommunista diktatúra van, ezt nyugodtan kijelenthetem. Anikó Bodor, meddig tartodom még fent büntetlenül a benzinástop, ugye erről már beszéltünk, de majd lesz még erről részletek. Tóth Csaba, az EU-s választáson nagy esélyed lenne, szerintem eldöntötted már, melyik párt színeiben indulsz, mert ugye indulsz. És azt válaszoltam neki, hogy még nem tudom is, hogy az ötleteim annál jobban túlmutatnak, mint hogy ezt az EU tudná használni. Volt egy háttérbeszélgetés, amin egy konkrét párt egyik vezető személyiségével beszéltem, és egy ilyenen felmerült az, hogy alkalmas lennék EU-s jelöltnek azért, mert már eleve külföldön élek, tudom, hogy ez hogy működik. A gondolkodás módom is inkább az a fajta európai kozmopolitika gondolkodás, ami nem... Amellett, hogy büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, mégsem egy nemzeti politikát képviselne, hanem egy közelítő, egységes politikát, úgyhogy ezekről beszélgettünk. Nem biztos, hogy van ennek realitása. Tehát ahhoz, hogy bármi ilyesmit tudjak csinálni, kampányban kéne részt vennem, haza kellene mennem, nekem eszemben sincs feladni az itteni életemet azért, hogy hazamenjek abba a diktatúrába, amit az EU-ból nem lehet megdönteni. Tehát elvesztegetném, jönnének a támadások talán, az EU-s választásokra kevesebb. Tehát az EU-s választáson talán nem mocskolódnának annyit. Lehet, hogy én nem lennék úgy buzi, mint Vona Gábor, ugye merőt a vonát az választások előtt azzal, hogy ki mindenkivel fotózták le, nem tudom, lehet, hogy rólam is derülnének ki fotók, fogalmas nincs, milyen fotók vannak rólam, talán valami gyerekkori fotót találnának, amin kézenfogva megyünk az óvodába, tudjátok, már akkor is én már olyan fura hajlamú. Tehát nem hiányzik ez a dolog. Az ötleteimmel kapcsolatban, hát nem tudom, egyébként megtiszteltetés lenne nyilván képviselni az országot, egy népet, egy olyan parlamentben, ahol más népek képviselői is ülnek. Azon a bocsánatkéréssel kellene kezdenem, a kormányunk elkövetett bűnei nevében egy kis helyreigazítást, sőt, már most kellene ezt hangoztatnunk. Én gondolkozom mindenféle akciókon, ugye tudjátok, és akkor most jönnek az ötletek, amik az elkerületeit talán szétfeszítenék. Az oktatási rendszer teljes reformja az nem abban nyilvánulna meg, hogy most mi legyen az oktatási tantárgy, hanem én úgy, ahogyan eltörölném az oktatási rendszert, és egy teljesen mást hoznék a helyébe. Az EU lomha működési mechanizmusa nem alkalmas jelenleg arra, még arra sem, hogy egy ilyen homokszemet kivessen a fogaskerekei, a saját berkein belül működő olajozott gépezet, nem tud kivetni egy ilyet, mint Orbán. Nagyon régi az az együttműködés, ami Franciaország és Németország között van. Ugye tudjuk, hogy a szén és acél közösségével kezdődött ez az 50-es években, ami az Unió előtti első együttműködés volt. Ugye egy óriási történelmi békét kötött Konrad Adenauer, és hát akkor még, mondjátok már gyorsan akartam mondani, milyen tábornok, de Gaulle volt az elnök, és hát ők, a németek meg a franciák nem szerették sokáig egymást, hogy történelmi békét kötöttek, és megindították. A spanyolok csak 86-ban csatlakoztak így az Európai Gazdasági Közösséghez, ami ugye az Unió elődje. Ez a motor, és aztán jöttek a szatellitállamok, Hollandia, Luxemburg, Belgium, ezek a szatellitállamok, de igazából az EU nem bírja el ezt a Kelet-Európát. Tehát nem bírja el egyrészt a kelet-európai mentalitást, másrészt óriásiak a különbségek. Még mindig 30 évvel a rendszerváltás után még mindig olyan óriási különbségek vannak. Kifejezetten rá fogok térni, ez a papír a pedagógus béreket tartalmazza. Mit gondoltok, hol mennyi? Azt fogom most megmutatni egy összehasonlításban. És mindig volt egy ilyen terv, hogy két lépcsős EU legyen. És azt hiszem, hogy talán ez lesz majd a megoldás, hogy azoknak az országoknak, akik váltik, tehát még mindig azon tökölünk, hogy eurót akarunk bevezetni, vagy nem akarunk bevezetni, Magyarországon sose lesz. Ezek az országok menjenek a francba. Magyarország is. Sajnos ezt kell mondanom. Európai gondolkodóként azt kell mondanom, hogy ez az együttműködés sokkal hatékonyabban tudna előre menni. Sajnos azt kell mondjam, hogy Görögország is lehet, hogy erre a sorsa jut, tehát ő is a második lépcsőbe kerülne. Bár ott van euró, és ott van
valamiféle nyugati gondolkodásmód, de mégis ott meg sokkal erősebb az a mediterrán gondolkodásmód, amikor azt mondjuk, hogy hát még 16., 8., 60 milliómadik havi nyugdíjat is akarunk adni. Tehát ott a szociál, tehát ott akkor az eladósodottság, mégpedig azért, mert semmit nem érdekli őket, tehát ott valami 200%-nál tart már az államadóság, hogy ilyenek lemorzsolódnak. Magyarország azért, mert egy nem a nép, hangsúlyozom, de a magyar kormány áruló lett, és a szovjetek pártját fogja. Most már hagyjuk az oroszokat. Szovjetek, nevezzük őket szovjeteknek. Szovjetek. Szovjetek ezek már. Nem oroszok, ez szovjetek. A szovjetek pártját fogja, tehát Magyarországnak politikai jogból kell kikerülnie, Görögország meg gazdaságilag nem tud ezzel lépést tartani, és ezt be kell látni. Ahhoz, hogy a többiek tudjanak haladni, és talán erre is szükség lehet, hogy engedjük a többit menni előre. Akik nem tudnak annyira haladni, ez nem azt jelenti, hogy hátra hagyjuk a gyengébbeket. Ez azt jelenti, hogy a gyengébbeknek több időt adunk a felzárkózásra, és nem olyan felzárkózásra, mint nekünk, hogy 30 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy még 20 évre vagyunk Ausztriától, azóta se. Sok ötletem van, ezek majd jönnek, például az árnyék kormány. Az árnyék kormányról majd fogok beszélni, most valaki kérdezte, de most nem. Másik ilyen ötletem, például hozzám hasonló külföldi influencerekből lehetne egy láncot csinálni, egy hálózatot csinálni. Ugye a kormánynak, a magyar kormányról beszélek, óriási propaganda gépezete van. Itt van legutóbb ez az abszolút örültség, amit a Telex is megírt. Valami számok, vagy valami hülye Facebook oldaluk van most megint az orosz hírek mellett, ugye, ami azt mondja, hogy hát a McDonald's, a nyugat megint pofára esett, mert a McDonald's visszasunnyog és újra nyitja az Oroszország éttermeit. Hát ennél nagyobb hazugság nem is lehetne. Ennek ellenére már ezre megosztották ezt a posztot. Tehát a Facebooknak itt rá kéne lépni a fékre, és azt mondani, hogy az ilyen fake oldalakat azonnal törölni. Na most ezt kormányzati propaganda, ezt állami pénzből tartják fenn. Bármikor engem is elhallgattathatnak, ugye, hogyha jönnek ide ilyen trollok, akiket most is ki kellett tiltanom. De ha mi függetlenek, vagy mi, akik úgy érezzük, hogy nem áll érdekünkben se az ellenzék, se a kormány oldalán állni, mi az emberek oldalán akarunk állni, én a saját hazám oldalán akarok állni, színek nélkül, azért is öltöztem a fehérbe, de azért van egy kis szín rajtam. Tehát én színek nélkül a hazám oldalán akarok állni, akkor azt mondanám, hogy milyen influencerből, ha én annak tartom magam, de én nem, mármint, hogy én annak tartom-e magam, mert én nem, csak most ez az általános megnevezés, nevezzük így. Nem akarok influencer lenni. Én csak az életemet mutatom be, én csak egy senki vagyok itt a Casablancán. De ha itt többen összefognánk, tehát lenne valaki Svédországból, lenne valaki Németországból, vagy mit tudom én, akárhonnan, és ebből egy ilyen erősebb hálózatot tudnánk létrehozni, akkor azt mondanám, hogy pótolhatnánk. Tehát olyanok lehetnénk, mint az 50-es, 60-as években a Szabad Európa Rádió, hogy elmondhatjuk szabadon a véleményünket, és hogyha én mondok valamit, akkor még mindig kételkedjetek. Tehát én az én mondani valomra is azt mondom, hogy ne fogadjátok el feltétlenül. Lehet, hogy engem is már azóta megfizettek. Hol a kuffer? Milyen kuffer? Hát amiben a pénz van. Hát ezt nem hoztam. Hát akkor miről tárgyalunk? Ez két üzletember között hangzik el. Tehát, hogy... hát akkor miről tárgyalunk? Ha itt lenne a kuffer a pénzzel, akkor már lehet, hogy én se így beszélnék. Vagy lehet, hogy pont én azért beszélek így, mert itt a kufferrel a pénz. Na mindegy. Ezzel azt akarom nektek megtanítani, hogyha lenne több ilyen influencer is, én is, meg ő is, meg amaz is azt mondja, hogy ez hazugság, a McDonald's nem nyit újra Oroszországban, eladta az összes étterem ráncát, megtiltotta a logó használatát, megtiltotta a menü használatát, megtiltotta a technológia használatát, egy orosz meg megvette és újra kinyitja azokat az éttermeket, amik korábban McDonald's éttermek voltak, de más néven, más logóval, más menüvel, az nem azt jelenti, hogy a McDonald's megnyitja újra az éttermeit. Tehát ekkora csúsztatást, hazugságot, ezt így mindenkinek fel kéne tudni ismerni. Na és ha nem csak én mondanám ezt, ha lenne még 12 másik ember, akiről így egymást támogatva ezt meg tudjuk mondani, akkor szerintem ez egy jó kezdet lenne arra, hogy lebontsuk a diktatúrát, ami otthon van. Meg az árnyék kormány is, ezt majd meg kell csinálnunk. Anna Tál, mi a véleményed Európa sorsáról? Az elmúlt években ezrével érkeztek Afrikából és Szíriából menekültek, és elárasztották Európát, és mivel náluk nagy a gyerekáldás, 20 év múlva a muzulmánok lesznek többségben. Hát nem nagyon. Európa azért, az Európai Unió egy olyan 550 milliós közösség, amiről beszélünk, ezt nehezen fogják túlszülni a muszlimok, mert annyian azért nem jönnek. Meg aztán mindig is voltak itt. Tudod? Tehát itt Spanyolországban például mindig is voltak. Mert ugye amikor a Reconquista megtörtént 1492-ben, meg fog történni holnap is, ma este a Conquista van.
Tehát ezt csak mondom, hogy innen, miután itt végeztem a mai élődással, megyek le a partra, mert a parti erődöt ma megostromolják a mórok, és sajnos az erőd el fog esni. A keresztény lovagok elbuknak, a nagy csata lesz a tengerparton, lőnek, mint az állat, tehát ezt, erről csinálok videót, és holnap lesz a rekonkviszta, amikor a keresztes lovagok győzelemesen visszafoglalják, ez volt 1492-ben, ugye Kasztília, Izabella és Aragóniai Ferdinánd volt a király akkor. Hiába lett megint keresztény egész Spanyolország, de a mórok azért itt maradtak. Tehát ezzel így együtt lehet élni, ezzel nem lenne gond. Amikor szítják ezeket a feszültségeket, és azt mondom, hogy 17 éves szőke áltatlan lányokat erőszakolnak, a szír menekültek, és így elvágják a torkát, és ott hagyják egy árokba bedobva, mert ugye ilyenekről hallunk, ez nem hiányzik. Vagy hogy agyonvertek egy tűzoltót, mert rájuk szólt az utcán. Ezek ellen nagyon keményen fel kell lépni. Általános rasszizmusra szerintem nincs ok. Én, ahogy mondtam, vannak olyan dolgok, amikkel egyetértettem annak idején Orbán apánkkal, a kedves vezér. Itt jön a nyalizós rész. Amikor szöges drótkerítést állított. Én lövettem is volna, az biztos. Tehát amikor így állatmódjára ezek az arabok így, ugye így kántálnak, és ezek tüntetni is csak úgy tudnak, hogy így ordítanak, mint a... Majdnem mondtam, hogy mik. Mert nyugodtan, tehát így, ha valaki menekült, és az élete veszélyben van, akkor jó napot kívánok, veszélyben van az életem, menedékjogot szeretnék kérni, itt az útlevelem, és egy határállomáson jelentkezik. Aki döngeti a kerítést, és erőszakkal akar bejönni, az akkor is menjen, ha egyébként menekült. Az ide ne jöjjön. Nekem ez az egyszerű véleményem. Persze az európai politika ennél puhább. Éva Székelyné, valóban veszélyesen áll az ukrán hadsereg Kelet-Ukrajnában? Veszélyben van Kelet-Európa, vagy sem az orosz birodalmi gondolkodás? Nevezzük ezt már szovjetnek. Nyugodtan hívjátok szovjetnek. A Szovjetuniót akarja helyreállítani. Mi magyarok, illetve Magyarország veszélyben van-e? Magyarország óriási veszélyben van, de nem a szovjetektől, hanem Orbán apánktól. Meg a süttyó slepjétől. Süttyó slep. Ez lesz az új kifejezés a NER-re, mert a NER az már unalmas. Nem, Magyarország nincs veszélyben Magyarország a háborútól, ha csak nem ilyen hülyeségek történnek, hogy ugye rájöttünk arra, hogy az orosz hadsereg az egy nulla. Tehát annyira szétverték őket az ukránok, hogy az a nimbus, hogy az orosz hadsereg milyen, az így mint egy papírtégrés, az így szétomlott. Jó, persze, van egy csomó tarackjuk, meg ha végül előhozzák, mert most már ott tartanak, hogy ilyen T-62-eseket, meg T-55-öseket hoznak elő, hát az is tud lőni. Tehát egy házat lerombolni a T-55-ös is tud, csak semmi másra nem jó. Ugye ezeket a fegyvereket még mindig elő tudják hozni. Rengeteg van nekik, de nagyon sokáig ki tudnak még tartani ezekkel a dolgokkal. De ez a meggyengülés, ez látszik. Na most az a baj, hogy így a NATO részéről is látszik ez a meggyengülés. Amikor egy ilyen, ami Horvátországban landolt, ez a drón, ez át tud menni 5 országon úgy, hogy senki nem veszi észre, és aztán becsapódik Horvátországba. Vagy egy kis gép Litvániától Bulgáriáig el tud menni NATO területen. Ez nem azt az üzenetet küldi az oroszoknak, hogy gyerekek, a Rabaszon van az újunk, és ennyi. Ez nem túl jó. Az ukrán hadseregnek súlyos veszteségei vannak, de az oroszoknak is. Ember szempontjából az ukránok szerintem képesek ugyanakkor a mozgósításra, tehát hogy kb. 800 ezer embert simán tudnak mozgósítani, az oroszok 200-al támadtak, tehát semmiképpen nem elég a teljes haderejük ahhoz, hogy az egész Ukrajnát megszállják. Nem tudom, közben lapozok, mert rengeteg komment jött. Két dolog látszik nyugaton. Egyrészt Zelenszky is fél ettől, meg nyugaton is érződik, hogy az emberek kezdenek így belefáradni ebbe. Tehát már ti se akartok ukrán híreket hallgatni, én se akarok igazán. Én már ezt egy hónapja megmondtam, hogy ez lecsengett hírérték szempontjából. Viszont a támogatást fenn kell tartani. Ez az egyik rész, hogy kicsit belefárad a közvélemény. A politikusnak nem szabad belefáradni, és erre pont Boris Johnson túlélte szegénykém az ivászat miatt rendezett bizalmatlansági indítványt, de ez nem biztos, hogy sokáig így lesz. Na mindegy, ő pont azt mondta meg most a lengyel miniszterelnök is, hogy hát Macron meg Schulz, ez ne hívogassa már fel így Putyint, hogy egyeztesse meg, hogy ő arcvesztés nélkül ki tudjon ebből hátrálni. A francot az arcvesztést, golyót a fejébe. Hát Hitlerrel is beszélt valaki telefonon, hogy arcvesztés nélkül ki tudjon hátrálni a dologból? Nem. És kurvára igaza van. A lengyel miniszterelnöknek nagyon igaza van. Johnson meg azt mondta, hogy... Semmiképpen nem szabad abba hagyni Ukrajna támogatását. Tehát olyan hangok ne legyenek, hogy itt bármiféle részgyőzelmet is lehet engedni az oroszoknak. Tehát az sem, hogy a Donbaszt elfoglalják. Így most az európai
kőkemény ostoba gondolkodás, ami 2014 óta nem tette lehetővé azt, hogy felkészüljünk akár. Ugye 8 évünk volt rá, semmit nem csináltunk, hogy leháljunk az orosz gázról, az orosz, most kell kapkodva leválni róla, hát 8 év alatt nem sikerült. Na mindegy, ugye most kezd lesz puhulni, és elkezdenek küldeni, ugye HIMARS rakétaütegeket az amerikaiak elkezdenek küldeni, most a németek gondolkoznak, hogy oda küldik a Leopard 2-es tankokat, amiről eddig szó se lehetett, az oroszok fenyegetőznek, hogy akkor új csapásokat mérnek, anyátokra mérjetek új csapást, nem számít. Nehéz fegyverzetet küldenek most már, és talán ezzel fordulhat a kerék, de ez lassú lesz. Az tény, hogy az ukránokat minden tisztelet megilleti, a hadsereget azért, amit fel tudnak mutatni, és azt a fajta kitartást, amit nagyon-nagyon kevés országból néznék ki egyébként. Sajnos belőlünk nem. Norbert Krisztin. Szia, Mike, hallottam a hidegbe, hogy Putyin nagyon beteg, ha véletlen történne vele valami, akkor ha másul a székbe befejezik a háborút, vagy valami minden a régibe állítólag rákos. Na most én hírek nagyon régóta keringenek, nemrégében olvastam egy orosz újságíróval, akik elmenekültek Oroszországból egy riportot, és ő azt mondta, hogy Putyin nem lehet megpucsolni belülről. Tehát ő olyan biztonsági intézkedése van körülvéve, hogy ő, mint orosz, és ott régóta dolgozó ellenzéki újságíró, akit most elmenekült, mert az élet veszélyben van, tehát már valahol nem is tudom, hol állították fel a bázisukat, de a lényeg az, hogy ő emiatt nem aggódik, hogy Putyin megpucsolnak. Ez viszont lehet egy ok, tehát hogy meghal, de ugye, hogy az angol királynő se véletlenül 98 éves, meg az ő anyja se, azt hiszem 102 évesen halt meg, vagy tehát ezeket életbe tartják, tehát ezeknek minden is ott áll rendelkezésükre orvosi szempontból, tehát ha már ilyen csövek jönnek ki belőle, és csak így nyögni tud, még akkor is ő lesz az elnök. Ha mégis meghalna, akkor nyilván ez egy nagyon jó visszakozó szerep lenne. Tehát ahogy de gyorsan akartam mondani, Tom Hanks-el a film, mondjátok már, hogy hívták, a nem jut eszembe milyen báró, aki megkísérelte a merényletet Hitler ellen, mert pontosan tudták ők is, hogy Hitlerrel soha nem fog a nyugat békét kötni. Viszont ha Hitlert elteszik az útból, akkor nem Tom Hanks-es film, Tom Cruise. Ilyeséget beszélek. Tom Cruise-os film. Ugye, bekötött szem, félkar. Gyorsan akarom mondani, báró, nem tudom én kicsoda, mondjátok már. S betűvel kezdődik. Schaffhausen, nem Schaffhausen. Az a macska fogó, Schaffhausen? Jöjjön csak közelebb. Mennyibe került ez? 10 millió. Schaffhausen? Schaffranek, az Schaffranek volt. Úristen, ki volt Schaffhausen? Az Schaffranek volt, kész vagyok. Nagyon meleg van, megy a klíma mögöttem, tehát 30 fok van. Tehát Putyin Valkür hadművelet, igen, de hogy hívták az ezredest? Tom Cruise karakteréről gondolok. Szóval, ha Putyin meghalna, akkor más tészta, akkor idézőjelben, és ez nagyon fontos az oroszoknak, arcvesztés nélkül mondhatnák azt, hogy hát ez az ő háborúja volt, akkor valamennyire visszavonulnak, de akkor már lehetne egyezkedni. Most szerintem biztos. Stauffenberg. Báró Stauffenberg. Így van, köszi, hogy beírtad. Éva Hajdú nagyon érdekes kérdést tett fel. Mikortól fog megszűnni vagy eltűnni a pártok létrehozása? Híve vagyok a parlamenti csoportnak, akik nem tartoznak sem párthoz, sem valláshoz. Csak parlamenti tagok, akiket a nép választ, és hozzanak törvényt felelősséggel. Ezt már én régen mondtam, hogy semmi értem a pártoknak, tehát ha én lennék a miniszterelnök, akkor én rögtön elsőnek azt mondanám, hogy betiltjuk a pártokat, feloszlatjuk a pártokat, hiszen most ott ül 200 ember, akiből igazából az a 136, vagy mennyivel nyertek kétharmadot megint, az egy új, az egy gombot nyom. Mert rájuk van parancsolva, hogy egy gombot kell nyomni. De ugyan egy Jobbik frakciós. Mekkora hír már, hogy Parizeles Jakab lemondott. Hát én fogtam a hasam, és döltem a röhögéstől, gyerekek. Ő akarja kirúgni az alelnökét, aztán neki kell mennie. Hát, Petike, a 6 milliós fizetésnek futs. Nem mondom, hogy sajnálom. Látszik rajtam, hogy örülök a hírnek. A Parizeles maradt frakcióvezető, azért még szerintem azért, tehát azért kap még lóvét, ne aggódjatok, nem fog jutni Parizerre még mindig, meg zsíros kenyérre. Tehát valóban igaz az, amit mondtál, hogy a parlamentben olyan független embereknek kellene bejutni, akik, ahogy mondtad, csoportokká alakulnak. De ezek a csoportok is adott
témára alakulnának. Tehát azt mondjuk, hogy környezetvédelem, én el egyet tudok érteni ezzel az öt emberrel. De mondjuk hat kötelezettség bevezetése szempontjából már nem, akkor már ezzel az öt másik emberrel értek egyet. És akkor ezeknek lehet átfedése is. Abból az ötből három szintén egyetért velünk, akkor gyere, megszavazzuk a hat kötelezettséget, vagy akármit. Értitek? Tehát a parlamentnek egy általános népképviselet lett volna az eredeti célja, amitől már nagyon messze jutott. Egy bohóckodás a parlament, már semmi szükség nincs rá. Ha őszintén azt nézzük, akkor magára a parlamentre is már, tehát ez, amit te kérdeztél, már ezt is meghaladta a technológia, hiszen már digitálisan szavazhatnánk mindannyian a telefonunkkal. Ez az oktatási rendszerrel kapcsolatos ötletemet majd összekapcsolja az új szavazási rendszerrel is. Pár napja, azt hiszem két napja feltettem ezt a cikket, amit írtam a pénzügyi rendszerről. Volt, aki azt írta, hogy egyszerűen összeolóztam más dolgokba, de nem, ezt teljesen én magam találtam ki, bármennyire is úgy hangzik. Ez ugye alap közgazdaságtan szempontjából, ezek ilyen alap dolgok, hogy a cserekereskedelemből hogy jutottunk el odáig, hogy a jegybank most is éppen próbálja fogni a forintot, tehát ma 399,5 volt a forint, és onnan így meredeken egy hatalmas jegybank intervenció miatt 397-ig visszamentünk, de már rezeg a létsz, hogy a 400-at átütjük. Ezt egy bevezetőnek szántam, majd egyébként a kriptopénzek világával kapcsolatban is, tehát ezeket az ötleteimet, én fejben tudom, hogy mindegyik nagyon jól összekapcsolódik. Ezek az ötleteim, amik vannak, és megváltoztathatnák a világot, nem olyan ötletek, amikre holnap azt mondom, hogy oké, ha jön rá 10 szavazat, vagy jön rá 1000 ember, vagy jön rá 1 millió ember, akkor ezt meg lehet valósítani. Tehát a társadalmunk mai szerkezete nem teszi alkalmassá az emberiséget arra, hogy ezeket a dolgokat most meg tudjuk lépni, de annak ellenére én kötelességemnek érzem, hogy ha más nem is teszek ezért a világért, hogy ezt leírjam, lehet, hogy már mások is leírták, vagy részleteiben mások is átgondolták ezt. Én komplexitásában akarok egy olyan tervezetet leírni, hogy a jövőben hogy működhet egy társadalom. És ezeknek egyes lépései, amiket most láttok, hogy ilyen olyan cikkeket teszek fel, igazából azt hiszem ezért indítottam el ezt az oldalt is, hogy egy kellő hallgatottság esetén ezt el tudjam mondani. Most már egész jó, hogy egész sokan nézik a műsorokat, egész sokan követik az oldalt. A megosztásoknak is örülök, mert így sok emberhez eljut, és lassan elkezdhetem ezeket az ötleteket mondani. Ez egy nagyon jó meglátás volt Hajdú Éva egyébként. Csak azt hiszem, már ennél is tovább kell lépnünk, hogy egyáltalán ne legyen parlament. És most megkérdezhetnétek, mobilla, hogy szavazunk? Nem mindenki szavazna minden kérdésben. Diverzifikálnánk, hogy bizonyos felvetődik egy kérdés, akkor ez a csoport szavazhat, azok nem. Rögtön felvetődik a kérdés, akkor szakértelem alapján, de akkor a szakértelmet hogy állapítjuk meg? Azért, mert valaki 30 éve ács, de nincs róla diplomája, akkor ő már nem szavazhat. Ezeket oldja meg az új oktatási rendszer ötletem. Ami eltörli az oktatási rendszer jelenlegi formáját. Tehát nem lenne érettségi, meg nem lenne egyetemi diploma. Nikoletta Szénási. A lehetőséged lenne... egyetlen egy dolgot megváltoztatni a világban, mi lenne az, és miért pont az? És akkor én azt válaszoltam, hogy korlátlan hatalmat adnék magamnak, annyit, mintha Isten lennék, és akkor én szépen rendbe hoznám a dolgokat. Nagyon helyesen többen azt írtátok. És egy demokratikus berendezkedésű világban így működnének a fékek és ellensúlyok. A fékek és ellensúlyok nem csak intézmények. Tehát nem a fékek és ellensúlyok rendszere, az nem csak az, hogy a végrehajtói hatalom különválik a törvényhozó hatalomtól, vagy a bíróságoktól, hogy külön áll az ügyészség, tehát, hogy vannak független sajtó, meg ilyenek. A fékek és ellensúlyok legfontosabb rendszere ti vagytok. A nép, a nemzet, a különböző osztályok, akik különböző, valljuk be, különböző képességgel, különböző tudással, különböző ismeretanyaggal rendelkeznek, különböző bölcsességi szinttel. Egy egyszerű palaszbácsi lehet bölcsebb, mint egy két diplomás műszaki végzettségű valaki, igaz? Na, ezek a szintek különbözőek, de ezeknek az általános, mondhatjuk azt, a józan paraszt észnek kell lenni a legfontosabb féknek és ellensúlynak. A ti esetedekben is működött ez a fék és ellensúly, és azt mondtátok, Pálfi Zsuzsi Laura rögtön azt mondta, hogy hiszen Orbán is ezt teszi, Istent játszani a végtelenségük, úgyhogy már ezzel óvatosan itt a példa. Egy idő után az ember megszakkan. Nagyon helyes, ezt vártam, hogy valaki ezt mondja. Mégis, ha csak egyetlen dolgot változtathatnék meg, annyi probléma van a világban, hogy én megkockáztatnám azt, hogy
mibe se kerül nekem megkockáztatni azt, hogy saját magamnak teljhatalmat adjak, igaz? Én megkockáztatnám azt, hogy saját magamnak teljhatalmat adok, mert viszonylag jól ismerem magam, már 47 éve együtt vagyok magammal. Ez már egy az őrület jele? Ez a megzakkanás jele? Csak viccelek. Tehát én nagyjából tudom magamról, hogy azért én fair és igazságos lennék, ha mégsem, az a kevés igazságtalanság, ami az én döntéseimben becsúszna, és az egész világon rendet tennék, az még mindig kevesebb, mint az a őrült nagy igazságtalanság, ami most a világban van. Hát írónak áll, több évtized kell ahhoz, hogy ezt rendbe hozzák. De hogy is, hát most valaki megkérdezte tőlem, hogy ha egy dolgot tehetnék, akkor istenné tenném magam. Hát én így egy csöttintésen rendbe hoznám a dolgokat, akkor nem tartana évtizedekig, tudod? Tehát ez volt a kérdés lényege. Másrészt meg azoknak, akik azt mondják, hogy miért ezt választanám, azoknak azt mondom, hogy hát ezt tőlem kérdezték. Én ezt a döntést hozom, ti hozzatok más döntést. És akkor megbeszélhetjük, így működik a demokrácia. Nagy Evelin, egyik pénteki élőben ígértél egy hétvégi videót arról, hogyan lehetne egy virtuális árnyékkormányt létrehozni, vagy valami félét. Igen, és kérdezted, hogy akkor erről beszélek-e. Most nem akarok, érintőlegesen ezt mindig megemlítem azért, hogy ezt így köztudatban tartsam. Nagyon fogy az időm, már nem biztos, hogy erre lesz idő, amit ide készítettem papírt. Ez kapcsolódik a fizetési rendszerhez és Orbán leválthatóságához is. Ennek politikai és gazdasági következményei vannak, és mind a kettőt egész jól ki akarom fejteni, hogy erről egy külön videó lesz. És lehet, hogy itt egy kicsit majd gondolkodnom is kell, tehát inkább ez egy felvételről menő videó lesz, hogy ezt meg tudjam vágni, és a lényeket elmondjam, hiszen egy élőben már is futok ki az időből, 8 percen maradt. Létezik-e bárhol a világban, hogy az oktatásban dolgozók bérének rendezését az EU-tól várt pénzekkel teljesítsék? Ez naivítás. Valaki más kérdezi. Ja, Jánosné Falus kérdezte ezt, és akkor a kedvetekért elkészítettem ezt a kis táblázatot, ami azt mutatja, hogy egyes fizetések hol mennyire mennek. Egy gyors számítást kell végeznem, mert itt éves fizetést adnak meg dollárban, és Magyarországon ez nem szokásos. Úgyhogy az egyiket most át is számolom. És akkor már a mai árral számoljunk, tehát ezt már tudjuk, hogy a dollár árfolyama is rekordot döntött, 376 dollárral számolok, és ezt elosztom 12-vel. Ó, várjatok! Tehát a legmagasabb fizetés, Luxemburgban van, 101.360 dollár. Ja, a fizetésekről, ez 2020-as adat, átlagos tanári fizetést jelent, primary school teacher, tehát azt jelenti, hogy általános iskolai tanárról beszélünk, akinek legalább 15 év tapasztalata van. Ez az OECD felméréséből derült ki, és bruttó átlagfizetést jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy ennyi a legmagasabb fizetés, hanem van, aki ennél többet keres, van, aki ennél kevesebbet, és ez a bruttó átlagfizetése egy általános iskolai tanárnak, egy egyszerű általános iskolai tanárnak legalább 15 év tapasztalattal, tehát nem pályakezdő, átlagfizetés. Luxemburg vezet, 101.360 dollár az éves fizetés, ez forintban úgy jön ki, hogy 3.166.000 forint havonta per hó. A legrosszabb fizetés ezen a listán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 20. Tehát a 20. az Kolumbia, ott 39.961 dollár, tehát 40.000 dollár, és ha ezt most átszámoljuk, megszorozzuk 376-tal, és elosztjuk 12-vel, akkor az 1.253.000-re jön ki. Tehát Kolumbiában, ami híres arról, hogy azért ott szegénység van, ott 1.253.000 kapnak bruttóban az általános iskolai tanárok átlagban. Van, aki ennél többet, van, aki ennél kevesebbet. Nézzünk néhány európai országot. Ugye az első Luxemburg 101.000 dollárral, második Németország 80.000 dollárral, harmadik Kanada 71.000 dollárral, aztán negyedik Hollandia 71.000 dollárral, mert beszámozom gyorsan, hogy tudjam mondani, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Csak hetedik az Egyesült Államok, 62.000 dollárral. 13. Spanyolország, most tartok itt.
Ugye Spanyolország szegény országnak számít ebből a szempontból, mert mediterrán ország, meg Portugália is. Spanyolország a 13. listán 49 ezer, ezt is kiszámoljuk, 49 ezer dollár, 49.898, tehát ezt 50-re kelekítem. 50 ezer dollár szorozva 376-tal, és osztva 12-vel. Ez 1.566.000, egy spanyol átlagos általános iskolai tanári fizetés. Nézzük Portugáliát, ami ugye elég szegénynek számít, az EU-n belül talán Görögország mellett Portugáliára mondják azt, hogy az egyik legszegényebb. Portugália 44.800, hát nem nagyon számolom ki, ugye az 50 ezer helyett 44 ezer, az 6 ezerrel kevesebb, 321, 250 ezerrel kevesebb, tehát mondjuk olyan 1.300.000. De látjátok, a legszegényebb is 1.253.000-et keres. A listán ugye ilyenek vannak európai országokból, tehát felsorolom, első Luxemburg, Németország, Kanada, Hollandia, Ausztrália, ők az ötödikek, Írország, Egyesült Államok, Dánia, Korea, Ausztria a tizedik, 55 ezerrel, Új-Zéland, Norvégia 12. 51 ezerrel, 13. Spanyolország, 14. Japán, 15. Svédország, 16. Szlovénia, 17. Portugália, 18. Finnország, 19. Iceland, vagyis Izland, és a 20. beleférte egy dél-amerikai ország is, Kolumbia. És én megnéztem az Európai Unió kimutatásában, hogy Magyarországon 2020-ban mennyi volt az átlagos tanári fizetés, és ideírom nektek az aljára. Tehát ugye a legmagasabb Luxemburgban volt 101 ezer dollár, Kolumbiában a legalacsonyabb 39.900 dollár. És ehhez képest ennyi volt a magyar. Persze tükrözve látjátok, 7.120. Elírtam egy nullával, bocs. 71 ezeret írtam. 7.120, tehát ilyen pont-pont-pont-pont nagyon sok helyet kihagytunk, és akkor jön. Egyedül Bulgária van mögöttünk, 6.200 valamivel, mondjuk ez euróban számolt ár, de az euró és a dollár között most csak 5% különbség van, tehát akkor kiszámoljuk, hogy 7.100, ezt viszont már ugye 400-al kell szorozni, számoljuk 398-al csak, mert annyi a valóság. 398-al, ez 2.825.000, és ezt elosztjuk 12-ből, akkor 235.483 forint jön ki bruttó fizetésre. Tehát 235.000 a bruttó fizetése egy tanárnak, míg a kolumbiai dzsungelben 1.200.000, tehát 6-szor annyi. De ha nagyon szűkmarkú vagyok, és a 35.000-et is pontosan számolom, akkor csak 5,5-szer nagyobb. Nehéz erre mit mondani, 12 év kétharmados kormányzás után, és mondhatjuk azt, hogy hát kis ország vagyunk, Kolumbia nagyobb, meg van ott kokain rendesen. Luxemburgra mit mondtok? Hollandiára mit mondtok? Persze a hollandok az egész világot meghódították, ugye? Mit mondjunk akkor, tényleg mit mondjuk Luxemburgra? Én voltam Belgiumban, ugye Belgium az körülbelül fele Magyarország, talán egy kicsit kisebb. Luxemburg még annál is kisebb, mint Belgium. Tehát Luxemburg az mondjuk ilyen, Hajdubihar, de mondjuk egy alföld méret, tehát még annyi sincs, tehát a Luxemburg az ilyen Hajdubihar, meg egy kicsi még hozzá. Milyen van? Nincsenek ásványkincsei, nincsenek olyan banki rendszerei, mint mondjuk Svájcnak, mert ugye Svájc az azért gazdag, mert a bank. Na de Svájcnak is kiadta bankokat, hát megcsinálták saját maguknak. Milyen van Luxemburgnak? Az ég agyadt a világon semmi. Ott van a, nem, Brüsszelben van az EU-s kormányzat, de hát most attól Belgium se azért olyan. Láthatok, Belgium nem szerepel az első 20-ba. Tehát Belgiumban kevesebbet keres egy tanár, ők nincsenek ezen a listán rajta. Angliát sem mondtam, igen, mert nem szerepelt ezen a listán. Ott valószínűleg kevesebb a fizetés, tehát ezt a 20 országot mutatták. Ja, egyébként ezt lekereshetitek az OECD, tehát ezt nem magam találtam ki, menjetek rá az OECD-re, és a 2020-as listát nézzétek meg. Tehát ez onnan van, nem tudom, miért nincs benne az Egyesült Királyság, valószínűleg meg kevesebbet kapnak. Hangsúlyozom, nagyon fontos, átlagfizetésekről vannak. Itt most, tehát átlagfizetésről van itt szó. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy az Egyesült Királyságban olyan nagy a különbség, hogy az átlag kicsire jött ki. Igaz? Tehát ugye itt most egy átlagot néztünk. Spanyolországban kijött 50 ezer dollár az átlag. Amerikában kijött 62 ezer, pedig ott sem fizetik túl az embereket. Miük van? Milyen van Luxemburgnak, ami azzá teszi, ami? És nem tudom, emlékeztek-e Huszár Viktorral folytatott beszélgetésemre a Momentumban, még a választások előtt, ugye amikor Momentum, Memo, megoldás mozgalom, már kész vagyok.
Ugye ő mondta azt, hogy a digitalizáció szempontjából miért nem veszünk példát az észtekről, vagy a litvánokról, ahol ugye, nem is tudom, már bárjátok, a Revolut Bank például, ugye azt hiszem litván. Egy semmi kis, idézőjelben nem nevezzük légypiszoknak Litvániát, mert tiszteljük a másik országokat, de egy kis pici ország, volt szovjet tagköztársaság, még nálunk is rosszabb, mert mi legalább szabad ország maradtunk, ők be voltak olvadva a Szovjetunióba, és egy bankot létrehoztak a semmiből, amit én is használok minden nap szinte. A Revolut nagyon jó. Hát, most majdnem azt mondtam, hogy mit csináljon, kapja be az összes bank, aki azt mondja, hogy én most elutalom a pénzem, és az majd másnap ott lesz. És ezért még én fizessek. Hát nem. Hát a Revoluton elutalok valamit, és 5 másodperc múlva ott van. 5 másodperc múlva, gyerekek. Hát, informatikusként tudom, mit tököl a bank azon, hogy másnapra van ott? És ez már jó, hogy másnapra van ott, hiszen eddig 2-3 nap is volt egy átutalás, tudjátok. Jó, most már van olyan zsíró, hogyha reggel elutam, délutánra ott van. A Revolut 5 másodperc, ezt megcsinálták az észtek. És ugye Huszár Viktor mondta, hogy Magyarország miért nem tud egy ilyen nagyhatalom lenni. Mert nem tudunk semmit se gondolkozni azért. És azért van a tanárok fizetése 235 ezerrel, mert egy nyomorult sztrájkot nem tudnak megszervezni. Közröhely tárgya lett szerencsétlen Telex azon, hogy szétküldölte azt, hogy nem is tudom, ami 60 darab, jó, hogy így mondom, hogy darab szegények, ezt nem kéne így mondanom. 60 tanár polgári engedetlenségi mozgalomra készül. Tehát magyarul sztrájkolni fognak, és akkor nem tudom, mit tenni a polgári engedetlenség, nem engedik be a gyerekeket az iskolába, vagy lelakatolják, vagy odaláncolják magukat az iskolához, addig nem tanítunk, amíg nem lesz emelés, ezt kéne csinálni. De nem, visszaszóltak, hogy nem. Mi úgy gondoltuk ezt, hogy majd kilátásba helyezzük, hogyha nem javulnak a viszonyok, szeptembertől talán tüntetünk. Így gyerekek nem lesz semmi. Megérdemlik. Ha nem csinálnak Tehát azt vegyétek figyelembe. Az érdekérvényesítés az olyan, mint az üzlet. Ha valaki tesz érte, megy, ha nem, nem. Ennyi. Magyarországon senki nem tesz semmit. Pontosan annyit is kap. Aki tesz valamit, az kap. Orbán tesz valamit, kapja is a lóvét. Lop. Hazudik, csal, megtéveszt, elárul, de ez mind cselekvés. Tehát csinál valamit. Most tudom, hogy ez nem menti fel a dolgok alól, de az emberek meg nem csinálnak semmit. Így aztán ne is várjanak semmit. Katalin Virág. Csak így mondom. Az Európai Parlament szerdán megszavazta, hogy az EU-ban 2030-ig betiltják az új belső égésű motorral hajtott autók értékesítését. Engem érdekel, mit gondolsz erről. Azt mondtam, hogy ugye ez egy késői dátum, lehetne előbb is, erre azt válaszoltam, hogy ezen meglepődött. Hát igen, én egy nagy autószerető vagyok, tehát én szeretem azt, ugye mint amikor a videóban is láttátok, hogy egy V8-as, bugyborgó hangú Ford Mustang, egy szar elektromos autó ezt soha nem fogja produkálni, de a realitás az, hogy ahhoz, hogy életben maradjunk, inkább ezekre az elektromos autókra van szükség. Ugye ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesz V8-as Ford Mustang, ez csak azt jelenti, hogy az új autók forgalomba helyezésénél már az elektromos rendszert kell előnyben részesíteni, attól még azok a szép autók, amik velünk vannak, 100 éve azok még ugyanúgy velünk maradhatnak, hiszen a környezetvédelmi szabályozások egyre szigorodnak, de ennek ellenére a már forgalomban lévő autókat például mondjuk egy Trabantot se tiltanak ki, vagy egy tök régi Moszkvicsot, vagy akármit, ugye, hiszen ezek értékek. Tehát én azt mondom, hogy igen, előrébb is lehetne hozni, ez megint az autógyártók érdeke. A 2035 is talán optimistának tűnik, hiszen 12 év, hát most meglátjuk, hát Elon Musk a Teslával ennél hamarabb robbant be. Én azt gondolnám, hogy már a legtöbb autógyártónak van elektromos modellje, tehát a technológia már ott van náluk, ezt akár 2030-ra is előre lehetne hozni egy kicsit, tehát mondjuk az évtized végére, hiszen addigra akarnunk leválni teljesen az orosz gázról is. Az elektromos autóknál nem feltétlenül a hajtáslánc és az energiatakarékosság a lényeg, hanem a skálázhatósága. Tehát az, hogy ugye egy elektromos autóhoz nem kell váltó. Tehát ugye a motor forgató nyomatékát egy válton keresztül adjuk most a kerekeknek, ugye a főtengelyen keresztül, mert különben a nyomaték az furcsa lenne. Az elektromos motor nyomatéka fokozatmentesen szabályozható azáltal, hogy mennyi áramot adunk rá. Tehát így, mint egy tekerőgomba, így letudjuk. Tehát nincs értelme 7 sebességes, 9 sebességes, most már 10 sebességes váltót csinálni. Ez a skálázhatóság, ez nagyon jó.
Természetesen nem hasonlítható össze az, hogy nem belső égési, tehát nem környezet szennyező, ez nagyon fontos. De elfelejtjük azokat a tényeket, hogy az elektromos autókhoz akkumulátor kell, az akkumulátorhoz lítium kell, a lítiumot ki kell bányászni, és az is környezet szennyező. Meg aztán mit csinálunk az elhasznált akkumulátorokkal? Egy belső égésű motor még elmegy 30 év múlva is, tehát ha azt mondom, hogy most van 50 év, most a 70-es évekbeli mercik még tudnak futni az eredeti motorjukkal, egy elektromos autónak az akkumulátora meddig jó? 10 évig, és aztán lehet kidobni. Ugye, tehát ennek a pótlására, stb. Ugye ez nem feltétlenül környezetbarát, viszont nekem tetszik az, hogy ezt aztán majd számítógépekkel úgy lehet vezérelni, ahogy azt mi szeretnénk talán. Talán lesz majd ilyen testre szabás funkció. Na és akkor legvégső dologként szeretnék erről a demagóg ábráról beszélni, csak ezt így meg kell mutatnom nektek. Most bocsa, összevisszaságért, és aztán már végeztünk. És ugye valaki beküldte ezt, hogy mi a véleményemről erről a térképről. Hát ugye itt azt mutatja, hogy Magyarország zöld 480-nal, Spanyolország 783, Franciaország 777, Norvégia 1030. Csak hozzáteszem, hogy Norvégiában tök mindegy, hogy 1030 a benzin, mert nekik annyi olajuk van, amennyi kell, meg annyi pénzük is van. Tehát itt az 1030-at 10-szer könnyebben kifizetik, mint itt a 485. Másrészt meg Norvégiában már most minden második forgalomba helyezett autó elektromos autó. Tehát nekik mindegy. Hát Ukrajna 626. Na most, hogy ez miért demagóg? Tehát innen nézve mindenki drágább, és drágább is lesz, és ezt elmagyarázom nektek egy nagyon egyszerű példán keresztül. Ugye azt írja, hogy 783 Spanyolországban a benzin. Ez már nem igaz. Tehát az én kutamon most 1,87. 1,87, és ha ezt megszorozzuk 398-al, akkor az jön ki, hogy 744, tehát már is 40 forintot tévedett, de ez nem igaz, mert az 1,87-ből 20 centet jóváír nekem a spanyol állam, tehát valójában csak 1,67-be kerül. Tehát 1,67 szorozva 398-al, akkor az 664-re jön ki. Ugye már is 120 forinttal lejjebb vagyunk, a 664 is messze van még a 480-tól, de most nézzük azt, hogy 1,67, és mi lenne, hogyha a kormány nem döntötte volna be a forintot, hanem azt mondanám, hogy továbbra is ez a 330 és 350 közötti sávban vagyunk, amiben az elmúlt években voltunk, tehát mondjuk most ezt szorozzuk meg 340-nel. 567 jön ki. Ez körülbelül 80 forintos különbség, ugye a 480-as otthoni árhoz képest. Tehát 567 a reális benzinás Spanyolországban, mert egyrészt megkapjuk ezt a 20 cent támogatást, tehát nekem ez most is ennyibe kerül, másrészt semmi közünk a forint gyengüléséhez. Tehát amikor egy ilyen táblázatot készítenek, akkor fordítva kéne csinálni. Azt kéne csinálni, hogy mindenhol euróban tüntetik fel az árat, mert mindenhol eurót használnak, és Magyarországon a 480-at kéne átkonvertálni az aktuális árfolyam alapján euróra, és akkor úgy lehetne összehasonlítani. Tudjátok miért? Mert most ez a táblázat, ez most így néz ki, hogy 480 meg most akkor legyen 780 Spanyolországban. Igaz? Mi történik, ha egy hónap múlva ezt a táblázatot újra megcsinálják? Akkor Magyarországon még mindig 480 lesz, Spanyolországban még mindig 1,87 lesz, ami most 1,67, de mindegy, tehát még mindig 1,87 lesz a benzin, most a 20 centet nem vonom le, de a forint közben már tovább gyengült 450-ig. Tehát akkor most ezt az 1,87-et, ugye még egyszer 398-al szoroztam eredetileg, tehát 744. De most az 1,87-et szorozzuk be 450-nel, mert mondjuk addig gyengül az euró, akkor 841 lesz. Tehát ebben az esetben, ha ilyen térképeket készítünk, hogy Magyarországon 480 forint, Spanyolországban meg 744, és aztán egy hónap múlva 841 lesz, akkor mindenki azt látja, hogy úristen, Spanyolországban már 841, 100 forintot drágult, miközben nálunk még mindig 480. Nem. Nem. Nálunk még mindig 1,87. Mint ahogy tök régóta, ugye, itt nem változott a benzinár, tehát amikor tavaly anyuval Ceutában voltunk, még 1,10-ért tankoltam, milyen messze van ez most, nyilván itt most érezhető a hatás. Tehát teljesen demagóg és irreális úgy szemlélni Magyarországból kitekintve, ami egyedüli országként használ forintot, de minden körülötte lévő ország, amit megadtak, leszámítva egy-két országot, mondjuk Ukrajna, meg Szerbia, amik sajátot használnak, ugye minden más ország meg eurót használ. Tehát ebből az összehasonlításból, ahogy a forint folyamatosan gyengül, ez szerint a térkép szerint úgy emelkednének az árak. De nem! Sőt, az is lehet, hogy csökkentek az árak.
Tehát az is lehet, hogy itt most közben csökkentek az árak, mégis többet mutat a forintban megadott érték, mert a forint gyengült. És ennek az árát ti fizetitek meg otthon. Csak csomó ilyen kerülő úton. Tehát most a Ryanair szépen így rádobott ugye 10 eurót mindenkinek, mert az 3900 forint, és hát ő körülbelül így magasról beintett a kormánynak, aki azt mondta, hogy hát ezt nem lehet ráterhelni az emberekre. Csak nézzétek meg ezt a retorikát, ugye? Mikor azt mondom, hogy Orbán nem csak hazudik, hanem csúsztat, akkor ez például az. Széles körülön lett kommunikálva az, hogy a kormány fel fog lépni az ellen, hogy ezt a extra profit adott. Hol van extra profitja a légitársaságoknak? Hát a Covid után éppen csak, hogy most próbálnak újra beindulni. A magas üzemanyagár őket is sújtja, alig tudják kifizetni. A jegyek azért drágulnak, mert nagyon drága a kerozin is. Hol van itt az extra profit? Na mindegy. 2700 milliárd forint a hiány a költségvetésben, és ebből a repülőgépekre kivetett, vagy repterekre kivetett, mi az Istenre kivetett adóból 15-20 milliárdot akarnak behozni. Hogy jön az a 2700 milliárdhoz, ilyen csepp a tengerben, mégis több ezer embert érint, több ezer embernek fogja tönkretenni az életét, a nyaralását. Igen, csak ez a kis 10 euró és ez a 3900 forint is. Mert miért ne? Na, tehát térjünk vissza a lényegre, ugye a kormány azt kommunikálta, hogy nem engedi tovább hárítani ezeket az adókat, ennek ellenére a Ryanair mégis meglépte, és most jönnek a hírek, hogy már ez a nagy Csaba, vagy nagy, nem tudom kicsoda, aki a MNB-től jött, és most ő a gazdasági miniszter, vagy ki az Isten. Tehát ő már kijelentette, hogy vizsgálják a Ryanair helyzetét, hogy fogyasztóvédelmi szempontból semmi fogás nincs rajta, ugyanis a kormány rendelet, tehát ami kijött a közlönyben, az nem tartalmaz olyat, hogy ezt az adót nem lehet tovább hárítani a lakosságra. Nincs ilyen törvény. Teljesen jogosan járt el a Ryanair. Teljesen jogosan. És tudjátok mit? Van egy kis sandagyanúm, hogy a kormány tök régóta meg akarja venni a budapesti repteret, vagy talán van egy ilyen szándéka, hogy fel akarja éleszteni a Marévet, vagy akármi mást, hogy saját magának legyen egy reptere, meg egy légitársasága, mert nem tetszik neki, hogy ilyen jól megy a Ryanairnek. A vizet az kicsit úgy házon belül van, azt lehet, hogy nem teszik tönkre. De kicsit elkezdett az érdekelni engem, hogy akkor most miért van ez a kis illeték, miért kezdődik el hirtelen egy ilyen mondatcsinált indoka, hiszen a felétek zajló kommunikációban a kormány azt mondta, hogy nem szabad ráhárítani, de a törvény szövegében nincs ilyen. Felétek most megint azt kommunikálják, hogy majd fogyasztóvédelmi szempontból rájuk csapunk, hiszen ők meglépték ezt, de valójában csak szivatni akarják őket, hogy minden nap ott lehessenek a fogyasztóvédelmi ellenőrök. Hát tudjátok, ez pont olyan, mint amikor a maffia át akarja venni az irányítást egy üzlethelyiség alatt, hogy hoppá, ma csak kiszúrjuk a gumidat. Holnap betörjük a kirakatodat. Sose tudja meg. Aztán egy idő után feladja az ember, hagyjuk a picsába, én megyek innen, nem akarok itt lenni. A Ryanair is ezt fogja csinálni, azt mondja, hagyjuk a picsába, itt hagyjuk Budapestet a francba. És akkor már is mondhatja azt Orbán Viktorka, hogy jaj, hát a Ryanair elment, akkor a budapesti reptér már kevesebbet ér. Kevesebbért vesszük meg. Az is lehet, hogy mivel a Wizz Air baráti társaság, lehet, hogy a Wizz Air is leállít egy pár járatot, vagy átteszik a járatokat mondjuk Bécsbe, idéglenesen. És mihelyt olcsón megkapták a repteret, már is mehet tovább. Ez csak összeesküvés elmélet, ez csak egy feltételezés, csak azt mondom, hogy az én olvasatomban semmi értelme ennek a 3900 forintos bevezetésnek, teljesen jogosan hárította tovább ezt a Ryanair, egy mocskos szemétcég egyébként a Ryanair, de ezúttal ezt most helyesen tették, törvényesen benne van a szabályzatukban, ugye, hogy a kormány által kivetett adókat ők tovább hárítják, és a kormány, még ezt vegyétek figyelembe, ugye, aki már megvette a jegyét, arra is ráteszik, utólag levonják a kártyátokról. Hiába vetted már meg a jegyet, levonják, hiába csak július 1-je után lépesz hatályba, és azután utazol, nem számít. Mert a kormányi rendelet szerint az induló gépekre vonatkozik az adó, nem pedig az eladott jegyek időpontjára. Tehát tök mindegy, hogy most vetted meg a jegyet, ha az adót akkor kell megfizetni, amikor indul a géped, akkor a Ryanair akkor hajtja be rajtad. Mert a szabályzatuk szerint az indulás előtt kell megfizetni az összes adót. Teljesen mindegy, hogy megvetted előre jegyet. Annyit felajánlanak, hogy visszakaphatod az árát. Teljesen korrekten jártak el. Most ebben az esetben hangsúlyozom, egy mocskos szemét cég. Még mocskosabb, még szemetebb a mi kormányunk. Azért, hogy így átvertiteket. Mindennel. Szeretném itt verni a mellem, hogy az igazság hangját hallottátok Spanyolországból, a Szabad Európa egyetlen hangját, de nem szeretnék ilyen lenni. Azt szeretném, hogyha sok hozzám hasonló influencer lenne még. Mai adásunk véget ért, mindig többes számba beszélek, ilyen királyi többes. Most megpróbálom feltölteni a telefonomat, és rohanok le a partra, hogy a csatát levideózzam nektek. Ha tetszett, osszátok meg. Szerintem most nagyon hasznos információkat mondtam azzal kapcsolatban, hogy
hogy pontosan hol is tart a hazugság szintje. Köszönöm, hogy néztétek, és nem garantálom, de lehet, hogy ugye ez a csata, ez elhúzódik, tehát ez ilyen 11 körül lesz, este 11-kor, tehát teljes sötétségbe lőnek, mint az őrült, tehát igazi, tehát lőnek puskával. Tehát nincs benne golyó, csak puskapor, de akkor a füst meg minden lesz. Lehet, hogy egy gyors élőt majd tartok, de csak azért, hogy egy kis ízelítő legyen. Egyébként a videóhoz majd egy vágott videó lesz talán holnap. Kellemes hétvégét mindenkinek. Ja, és vasárnap, tehát szombaton most, nem, ma este lesz a Conquista, holnap, tehát szombaton lesz a Reconquista, vagyis a visszafoglalás, vasárnap pedig a nagy parádé, tehát a nagy felvonulás, ahol az összes csapat lezárják a várost, és így a város utcáin így végigmenetelnek a katonák, arról is lesz majd tudósítás. Sziasztok!